A szokásos menetben rendőri felvezetéssel vonultak végig a kétkerekű motorcsodák Nagykáló utcáin. A motorozás szerelmesei között akadt számos nagykálói is. Ők alapították meg a motoros barátok körét, majd 2005-ben vetődött fel annak gondolata, hogy motoros fesztivált rendeznek. Mint mondják, a fesztivál hangulatát nem lehet szavakkal elmondani, ezt látni és érezni kell. A szemnek azért gyönyörű látni azt a rengeteg motort, a szívnek, léleknek hallani azt a zenét. Most lehet, hogy sokan rám csodálkoznak, de ezt én érzem, meg aki motorozik, az biztos, hogy érzi, hogy én most ezzel mit mondtam. A rendezvényre idén is számos településről érkeztek motorosok. Szerintük a Nagykálói Fesztivál egyik nagy előnye, hogy kisebb, mint a környező településeken, így könnyebben lehet barátságokat kötni, hamarabb kovácsolódik össze a társaság. 5. alkalommal jöttem el. Jól érzem magam. Vannak barátok, ismerősök, beszélgetünk általában a motorról. Mi újság velük? Talán ennyi. Jól érezzük magunkat itt. Nem csak a motorosoknak élmény a felvonulás. Rendezett sorokban vonulnak végig Nagykáló utcáin, így azok is megcsodálhatják a gépeket, akik nem látogatnak ki a rendezvény helyszínére. A motorosok azt mondják, a motorozás egyszerre hobbi, szórakozás és életérzés, ami már fiatalon kialakul. Igazság szerint ez gyerekkoromban alakult ki. Nagypapámnak volt egy kis segédmotor, amivel elkezdtem motorozni, és azóta is megmaradt bennem ez a kicsit szabadságot adó, kicsit korlátok nélküli világ. A 8. Nagykálói Motoros Fesztiválon mind a motorosok, mind pedig a motorozás iránt érdeklődők megtalálták a megfelelő programot. A felvonuláson kívül színpadi produkciók kínáltak szórakozási lehetőséget a Nagykáló harangodra kilátogatóknak.